próbálta még otthon az Egyesült Államokban elfogadtatni ezt az egységokmányt, de a kongresszus végül is nem ratifikálta sem a Versailles békeszerződést, sem pedig a Wilson által proponált egyességokmányt, így nem is vált részesével az Egyesült Államok a népszövetségi rendszernek, annak ellenére persze, hogy később együttműködött a népszövetséggel az Egyesült Államok és Anglia is jelentős mértékben sípra szállt az európai újjáépítés és annak hátteréről szolgáló pénzügyi intézkedések érdekében, amelyek döntően a népszövetségnek a égisze alatt alakították ki ezt a rendszert, és ez Magyarország számára például kulcsfontosságú. Ez az a bizonyos népszövetségi kölcsön, amit majd 24-ben kap meg az ország? Igen, így van, és ugye a népszövetségi kölcsön jelentette az alapját később az új nemzeti valutának, a pengőnek. Most ennek érdekében persze Magyarországnak nagyon sok olyan dolgot el kellett fogadni, ami a pénzügyi szuverenitását legalábbis korlátoztak. Tehát ugye a Nemzeti Banknál el kellett fogadni egy népszövetségi ellenőrt. Magyar valutás pénzügyi politikát az erősen kontroll alatt tartott egészen 20-as évek végéig.